Negyedik dimenzió. Új negyedik dimenzió. Ennek pont az a lényege, hogy az állat ugye elképesztő energiákat termel, amit le kéne valahogy vezetnie. Na most egy láncon tartott kutya nagyon le van korlátozva a mozgásában, mindenféle inger, szegény környezetet képzeljünk el körülötte, amitől nagyon sok defektes állat jön létre. Meg lehet kapaszkodni, mert egy bődületes szám fog kijönni, hogy körülbelül 1 milliószor gyorsabban fogynak tehát fogy az összes rendelkezésünkre álló energia, mint amennyi megtermelődik évente. Legtöbb növényünk mérgező, így például már gyerekkoromtól tudom én is, hogy a Diffenbachia az nagyon erős mérgező, de ugyanígy a fikuszok, vagy a kutyatejfélék közé tartozó mikulásvirág, amit télen nagyon gyakran viszünk a cserepes növényként a lakásba. Egy bizonyos szer hatására a tudatállapotuk megnyílik, és olyan beavatkozásról, illetve földön kívüli élményekről tudnak beszámolni, ami fizikális valójában nem történik meg, viszont mentális síkon maximálisan. Először azt hittem, hogy törpék. De ezek nem úgy néztek ki, és az volt az első reakció, és ez a kulcsa az egésznek, hogy én saját magamnak akkor azt mondtam, hogy ezek nem emberek. Negyedik dimenzió. Új negyedik dimenzió. A műsor támogatói: a Rehab Hungária Kft. Biztos támasz a bajban, a Fehér Té és Társak Kft. A Pilóta Panzió tulajdonosa, a Lapkon Kft. Dél-Magyarország Média Kft., a Superinfo kereskedelmi újság kiadója, a Superinfo Dél-Kelet Média Kft., a Studio P reklámiroda Kft., az UFO magazin kiadója, és végül a Squash Club Kft., a Szegedi Squash Club és Szabadidőközpont üzemeltetője. Új dimenzió, a tudomány határai innen és túl. Negyedik dimenzió. Új negyedik dimenzió. Az a lényege, hogy az állat ugye elképesztő energiákat termel, amit le kéne valahogy vezetnie. Na most egy láncon tartott kutya nagyon le van korlátozva a mozgásában, mindenféle inger, szegény környezetet képzeljünk el körülötte, amitől nagyon sok defektes állat jön létre. Konkrétan belehűlnek, tehát sem az energia nincs levezetve, észszerűen, életszerűen, sem pedig az ingereknek a megismerésére nem teremt a gazda lehetőséget. Innentől kezdve a kutya beszűkül, és ebből a láncontartásból fakadhatnak olyan problémák, hogy az állat akár a saját gazdájára támad, amikor véletlenül egyszer elszabadul. A másik verzió ugye a úgymond kennel. Igen. A kennel az egy jobb megoldás. Nyilván a kennelnek is csak akkor van értelme, hogyha a kutya nem folyamatosan van bezárva a kennelbe. A kennelnek mindenképpen van létjogosultsága abból a szempontból, hogyha a kutyát ideiglenesen be kell csukni, akkor ugyanúgy, ahogy most ideiglenesen láncon lehet tartani a kutyát, akkor legyen megkötve. De ez valóban csak ideiglenesen kellene, hogy megtörténjen. Gondolok itt arra, hogy vendégeket fogadok, olyan helyzetbe kerülök, ahol tegyük fel az udvaromon zajlik egyfajta építkezés, és muszáj a kutyát addig bezárni. Vannak ezért most átmenetileg ennek veszélyei, mert azért elképzelhető, hogy sok kutya fog elveszni, megszökni. Igen, ez nagyon sok problémát vet föl, mert ha ezek az állatok, amelyek eddig láncon voltak tartva, ezek most hirtelen elszabadulnak, nagyon komoly problémát okozhatnak, súlyos sérüléseket okozhatnak. Az állat, hogyha kijut az utcára, akkor meg fogja támadni nem csak a kint lévő más kutyákat és állatokat, hanem akár az embereket is, hiszen ők el voltak zárva eddig mindenféle kommunikációs lehetőségtől.
Most ebben az esetben mondjuk a kutya egy rossz kerítés miatt kiszakik, akkor ez ettől a pillanat a gazda felelőssége? Igen, hát mindenképpen. Mindenképpen, de hát a törvény is így rendelkezik. Abban a pillanatban, amikor az állat megszökik, akkor azt vizsgálni fogják, hogy az állat hogyan juthatott ki, és ugye a törvény is úgy rendelkezik, hogy nem megfelelő biztosítása esetén a gazdát terheli mindenféle büntetés. Vannak olyan fajták, amelyek kevésbé bírják a láncfenntartást, én például a kuvasza hallotta, hogy abszolút nem bír a láncfenntartást. Igen, hát alapvetően én nem fajtában határoznám meg azt, hogy egy kutya a láncfenntartást elviseli vagy nem viseli el, hanem egyedben. A fajtán belül is óriási különbség vannak az egyedek között. Jellemben, habitusban, idegrendszeri állapotban, fölkészültségben a kutyák közötti eltérés szabja meg azt, hogy a lánc a számára elviselhető létforma, vagy pedig nem. Tehát én nem a fajtához kötöm ezt. Mennyire fontos itt a megfelelő nyakkör kiválasztása? Igen, egyébként? Hát azt tudni kell, hogy alapvetően mi azt szoktuk javasolni, hogy a kutyának a nyakörbe az legyen valamivel szélesebb, mint a csigolyája. Ugye jellemzően ugye minkor rögtön megkérdezik, hogy na és akkor hány centi? Hát most erre csak én is azt tudom mondani, hiszen az állatok növekednek, egy kisebb testű kutyára vagy egy fiatal kutyára más nyakörv kell, mint egy idősebb állatra, vagy egy nagyobb testűre. Jellemzően a kutyának 7 csigolyája van, meg kell mérni a tarkó és a nyaktő közötti méretet egy centivel, elosztom 7-tel, és már is megvan, hogy körülbelül mekkora lehet a csigolya mérete, és annál legyen egy picit szélesebb a nyakörv. Tehát azt semmiképpen nem javasolnám, hogy a nyakörv, hát igen, rossz példa, drót, katasztrófa, hiszen az elvágja az állat nyakát. Jellemzően hallottam is, még sajnos YouTube felvételeken láttam is, amikor elektromos vezeték kötegelő, ez a műanyag vezeték kötegelő volt az állaton. Ugye ezek katasztrofális dolgok. Én ezt nagyon-nagyon nem tartom helyesnek. Én tovább megyek, ezt én szigorúan büntetném. Így van, és ezért én mindenképpen, ugye a törvény is most jelen pillanatban úgy rendelkezik, hogy megfelelő nyakör, illetve hámon kell tartani azokat az állatokat, amelyek futóláncon helyezkednek el. Ugye most már elvileg láncon nem lehet tartani, a futólánc még megengedett, ami azt jelenti, hogy minimum 8 méter hosszúnak kell lenni a futóláncnak, és rajta mozgó állat 3 méteres minimum lánccal kell, aha, hogy rendelkezzen. Bevallom őszintén, én ezt sem tartom teljesen helyesnek, de nyilván, ha ideiglenesen kell így fölfognom az állatot, azt el lehet fogadni. Negyedik dimenzió. Úgy tudom, hogy önöknél komoly kísérletek folynak, aminek az lehet a lényegét, az lehet a nyerő, aki minél hatékonyabb napelemet tud gyártani. Körülbelül 1 milliószor gyorsabban fogynak tehát fogy az összes rendelkezésünkre álló energia, mint amennyi megtermelődik évente. És emellett ugye fölnézzük az égre, és azt látjuk, hogy a napenergia korlátlan mennyiségben van, hogyha azt megfelelő intenzitással fel tudjuk használni. Az olyannyira korlátlan mennyiségben van, hogy valószínűleg, hogyha megoldjuk azt, hogy tudjuk hasznosítani a napenergiát jó hatékonysággal, és tudjuk az emberiség számára ezt, hogy úgy mondjam, szolgáltatni, tehát felhasználható formába hozni, akkor én most megkockáztatom azt a kijelentést, hogy a jövőben nem lesznek energiagondjaink. A proféta beszélőmből nézegettem a statisztikákat, hogy a Földre leérkező napenergia, vagyis a napból kijön, azt veszük 100%-nak, akkor a Földre már csak eleve sok minden miatt a fele érkezik le 50%. Ebben kell nekünk maximálisan gazdálkodni, viszont a jelenlegi napelemeink hát sokkal szerényebb kapacitásúak. Hát igen, egyrészt szerényebb kapacitásúak, illetve amik nagyobb kapacitásúak, azok meglehetősen drágák is, tehát jelen pillanatban hát nyilván nem mindenki számára nagyon rentábilis, meg nagyon megéri. Ez számok kérdése. Kiszámolom, mennyibe kerül, kiszámolom, milyen hatékonysággal, mit tud nekem visszatermelni. Nem egy 5-10 vagy 50 év alatt térül meg, amikor már éppen cserélni kell, magyarul pénzemre vagyok is kezdhetem előről. És akkor itt jön az önök fontos munkája be a képbe, hogyha sokkal hatékonyabban működő napelemet tudunk készíteni, akkor ez az egész még megfordulhat, mert ha egy igen jó hatékonyságú napelemet gyártunk, mindenki azt kezdi gyártani, ezáltal olcsóbb lesz, ezáltal minden megfordul. Na és akkor önök mivel foglalkoznak? Igen, hát a mi elgondolásunk az volt, nyilván azért, mert a tanszéken hagyománya van a fotoszintézis kutatásnak, és éppen ezért is
alakult ez a, annak idején, amikor a tanszék megalakult, hogy fotoszintézis kutatással foglalkozunk, ezzel a motivációval, hogy hogyan lehetne egyrészt a fotoszintetizáló szervezetek hatékonyságát növelni, hogy ahogy ők a maguk természetes környezetükben megkötik az energiát, milyen mechanizmusok történnek, és hogy lehetne azt növelni. A mi csoportunk pedig gondolt egy olyat, hogy ha megtudjuk azt, hogy ezt a fotoszintetizáló szervezetek hogy csinálják, hát ha elő tudnánk állítani mesterséges körülmények között is. Akár úgy is, hogy csinálunk úgynevezett biohibrid anyagokat. Ez a biohibrid anyagokat az irodalomban szokás a jövőanyagének is nevezni, és különböző szerveződési szinteken ezt elő lehet állítani. Akkor ez most egy idézőjelben élő anyag volna a napelemben? Egy élő anyag a napelemben, igen. Tehát most mi azt szeretnénk, hogy a biológiai anyagot használjuk föl egy technikai elrendezésben. Nyilván van kockázata, hiszen nem akarok a biztonságtechnikai kockázatokra gondolni, nyilván lesznek majd, akiknek ez is eszébe jut. A biológiai rendszer mégiscsak arra lett optimalizálva, hogy a biológiai rendszerrel együtt működik optimálisan. Tehát, hogyha egy fehérjét kivonunk a élőszervezetből, akkor annak megfelelő körülményeket kell biztosítani, hogy stabil maradjon. Tehát, ha a fotoszintézist említettük, például az a fehérje, ami a növényekben az elsődleges fotokémiai folyamatokat csinálja, tehát a napenergiának, hogy mondjam úgy, egy fotonjából, középiskolában is ugye már ismert ez a fogalom, a foton, egyetlen egy fotonjából egy töltéspárt csinál, egy elektront gerjeszt, ezt tudjuk, hogy melyik az a fehérje. Elég jól tudjuk azt is, hogy melyek azok a legelső lépések, amik ott történnek. A leggyorsabban degradálódik a sejtekben, és utána újra termelődik. Ez a lényeg. Tehát ez a lényeg, hogy a sejt megoldotta azt, hogy van itt egy veszélyes folyamat, egy nagy energiájú, egyébként nagy energiájú elektron keletkezik, egy fehérjén gerjesztett elektron keletkezik egy fehérjén belül. Ez veszélyes magára a fehérjére is, azok a kémiai anyagok, amik ott keletkeznek, ilyen szabad gyökök például. Autokatalitikusan szépen lebontja a fehérjét, magát, és a sejt megoldotta, hogy ezt utána nagyon gyorsan pótolja is. Hát ezt nem tudjuk megcsinálni a sejten kívül, de mégiscsak az csábít, hogy igaz, hogy ez a fotokémiai rendszer a növényekben ennyire érzékeny, vannak más fehérjék, amik rettenetesen stabilak. Negyedik dimenzió. Külön tudnám választani a természetben található növényeket, bakrokat, amivel azért találkozunk, de számomra ebben a kategóriában sokkal fontosabbak, amik a lakáson belül vannak, és szinte nap mint nap érintkezünk velük, és ha nem is ránk annyira veszélyesek, esetleg a piciny házjátokra és a kisgyermekekre. Ha ki tudnánk egy-két olyan szép növényt emelni lakásban, ami nagyon veszélyes, és hogy mire kellene vigyázni, mik azok egyáltalán. Nem is gondoljuk, hogy mekkora nagy a felelősségünk akkor, amikor szobanövényeket vagy növényeket válogatunk a környezetünkbe. Azt már mindenki tudja, hogy óvodák udvarában miket nem ültetünk. Ugye nagyon gyakran elhangzik a gyöngyvirág vagy a tiszafa neve, amit gyerekek közé nem viszünk be. Viszont a szobanövények között is mondhatni, hogy legtöbb mérgező tulajdonságokkal rendelkezik. Talán csak azért nincsenek súlyos mérgezések Magyarországon, mert a szülők is, nagyszülők, bárki odafigyel arra, hogy a gyerekek közelébe lehetőleg ezek ne kerüljenek. Abban az esetben, hogyha szobanövényeket szeretnénk hazavinni, akkor érdemes megkeresni neve alapján, hogy milyen hatásokkal bír. Legtöbb szobanövényünk trópusokról származik, tehát a közvetlen környezetünkben természetes élőhelyen nem találkozunk velük, csak cserepes virág formájában, és hát ezért be sem épült a köztudatba, hogy milyen hatásokkal bír. Legtöbb növényünk mérgező, így például már gyerekkoromtól tudom én is, hogy a Diffenbachia az nagyon erős mérgező, de ugyanígy a fikuszok,
vagy a kutyatejfélék közé tartozó mikulásvirág, amit télen nagyon gyakran viszünk a cserepes növényként a lakásba, ezek is erős mérgező hatással bírnak. Abban az esetben, hogyha csak enyhe hányást, rosszul létet okoznak, akkor még talán nem is gyanakszunk arra, hogy a gyermekünk ezekből a növényekből evett, megkóstolta netán, akkor viszont, hogyha már nagyon heveny hasmenés, hányás fordul elő, ami akár kiszáradással is párosul, vagy netán már légzésre is hatással van, akkor nagyon erős gyanú van arra, hogy a gyerekünk netán egy szobanövényből darabokat megevett. Ugye már a lakberendezésnél is fontos lehet, ugye attól függően, hogy a növénynek a magja, a termése, a virágja, vagy a gyökere, vagy bármelyik része, vagy pedig mind veszélyes a gyerekre, a házi állatra, hogy például mennyire tesszük elérhetővé lakáson belül, hogy a földön tartjuk, hogy szinte bele lehet lépni, rá lehet lépni, ott kínálja magát esetleg a veszélyesebbeket egy magasabb polcra, hogy egy egyéves gyerek el se éri esetleg. A növényeink nem esküdt ellenségeink, pontosan azért visszük be a lakásokba, hogy azok a lakásnak vagy a háznak a díszeivé váljanak, csak okosan kell őket tartani. Akinek kicsi gyereke van, aki még nagyon kíváncsi, tudjuk saját gyermekeinkről is, hogy akár még a virágföldet, apró magvakat, levéldarabokat is megkóstolnak, akinek ilyen kicsi gyereke van, az gondoljon arra, hogy ne legyenek a növények elérhető magasságban, ne tudjanak belőle csemegézni, ne próbálgassák ki, hogy milyen az ízük, és így például a fikuszoktól, diffenbachiáktól, vagy a nagyon szép egyéb levéldísznövényektől, mint például a kroton is, megvédhetjük a gyermekeinket. Ők általában kíváncsiak, ami szép színes levelű, az még inkább vonzó számukra, tehát azt hajlamosak megkóstolni, hogyha magasan vannak, akkor nem érhetik el őket, és a lakásunkat díszíthetik. Az egyik ága a kisgyermekünk, de most éppen húsvét kapcsán ugye sokan kapnak esetleg még kisnyuszit is, amelyik hajlamos arra, hogy sok mindent megrágcsál, és az a baj, én úgy gondolom, hogy egy ekkora kis testű, mondjuk egy fél kilós nyuszinak a méregmennyiség sokkal kevesebb is elég, olyan dózis kapjon el, hogy szegény másnapra már nem is él. Természetesen azt is figyelembe kell venni, hogy mekkora mennyiségű méreganyag jut be a szervezetbe. Egy kisgyereknek kevesebb is elég, mint egy felnőtt embernek, egy házi állatnak, egy házi kedvencnek, kutyának, macskának, vagy akár húsvéti nyuszinak pedig még kevesebb kell ebből. Itt is a mi felelősségünk a nagy, hiszen az a feladatunk, hogy olyan helyen, olyan körülmények között tartsuk a házi állatunkat, ami neki megfelelő. Lehetőleg járjuk körbe a témát, hogy milyen tápláléknövényekkel, milyen táplálékkal etethetjük őt, és hát arra is figyeljünk oda, hogy rágcsálni valót ne adjunk olyat, ami ő rá veszélyes lehet, vagy akár például a faforgács, ami az almot képezi, az se tartalmazzon számára mérgező anyagokat. Negyedik dimenzió. Megjelent Sós Tibornak, az UFO Szövetség volt elnökének legújabb könyve. Idegenek? UFO-król komolyan címmel. Az ismert kutató 30 év helyszínelő munka döbbenetes eredményeit foglalja össze több száz oldalon. A rendkívül jól megírt, dokumentumokkal, fotókkal, illusztrációkkal gazdagon ellátott mű igazi etalon lehet a magyar UFO kutatásban. Elolvasva a könyvet, joggal tehetjük fel a kérdést, valóban ők az idegenek? Rendeljen meg ön is egy dedikált példányt a 0620-34-63-901-es telefonszámon, vagy a sostibor@freemail.hu internetes címen. A gyógygomba kivonatok az immunrendszer szabályozásán keresztül nyújtanak segítséget az egészség megőrzésében. A Varga Gábor féle gyógygomba kivonatokat megtalálják Szegeden a Kossuth Lajos Sugár út 55 szám alatt, illetve Hódmezővásárhelyen a Móricz Zsigmond utca 1 szám alatt. A képzett szaktanácsadók minden hétköznap 9-től 17 óráig várják a kedves érdeklődőket, vásárlókat. Forduljanak hozzájuk bizalommal! Fedezzék fel az évezredek óta ismert gyógygombák jótékony hatásait!
Víztisztítás felső fokon. A legújabb típusú ivóvíztisztítók óriási választékban, akár szerelés nélkül, illetve irodai alkalmazásban is. Kínálatunkban szerepelnek még automatikus vízlágyítók és vastalanítók, illetve arzénmentesítők. Egészséges? Maradjon is az! A Vitaking termékeivel ebben segít önnek a Lévai Stúdió Kft. Hit a természetben! Vegyszermentes kozmetikumok és tisztítószerek. Ugye már tudja? Segít a Lévai Stúdió Kft. Mindezekről tájékozódjon bővebben, bemutató termünkben. Szeged, Szabadkai út 24. Telefon 62-es körzet 313-225, illetve 0670-266-2853. Megújult külsővel és éttermi résszel, a régi közkedvelt ízekkel, incsiklandozó halételekkel, sertés, csirke, pulyka frissen sültekkel, tésztafélék bőválasztékával várja kedves vendégeit a Jobb, mint otthon kis vendéglő. Szeged, Napos út 5/B. Ha nem csak enni akarja a halat, de fogni is, akkor feltétlenül látogasson el a Lencsés horgásztóra, és legyen meg a három kívánsága. Fonty! Csuka! Esetleg egy kapitális méretű harcsa. Csak önön múlik. Próbáljon szerencsét! A Rehab Hungária Kft. Több évtizedes szakmai tapasztalattal biztosítja a gyermekek és felnőttek gyógyászati segédeszközzel történő ellátását. Egyedi igényeknek megfelelően készülő segédeszközeink, mint a gyógycipők, a lúttal betétek, művégtagok, ültetőrendszerek, járógépek, fűzők gyártása nem csak megelőző céllal történik, hanem a napi életvitel könnyebbé tételét is biztosítják. A kereskedelmi termékeink közül a szobai és utcai elektromos kerekesszékek is egyedi igény szerint rendelhetők. Ortopédiai szakrendelés, rehabilitációs gyógytorna, továbbá vállaljuk a nálunk vásárolt termékek szervizelését, javítását, átalakítását, illetve segítséget kaphatnak tőlünk a különböző protézisre szoruló ügyfeleink is. Bővebb tájékoztatásért vagy szakmai tanácsért forduljon hozzánk bizalommal. Rehab Hungária Kft. Szeged, Zászló utca 4, A/B. A Nagy STK mellett lévő gyógyszertárunkban reggel 7-től este 9-ig várjuk vásárlóinkat. Gyógyászati termékeink mellett itt a Kabai Patikában számos készítménnyel állunk rendelkezésére. Homeopátiás készítmények, baba-mama termékek, saját készítésű krémek, illóolajok, vitaminok, táplálékkiegészítők, különböző kozmetikumok, allergia elleni termékek. Szolgáltatásainkról, termékeinkről kérjük, érdeklődjön gyógyszerészeinknél. Kabai Patika, Szeged, Tisza Lajos körút 95. Negyedik dimenzió. Sugallat vagy beavatkozás címmel tartottál nemrégiben előadást. Mi volt ennek a lényege? Nagyon sokat vizsgálódtam azzal kapcsolatosan, hogy mégis mi lehet az a kérdéskör, amit az emberek biztosra gondolnak, hogy földönkívüli beavatkozás történt bizonyos esetekben, esetlegesen, vagy csak egy mentális zavar hozta létre azt a képzelgést, hallucinációt, vagy egyéb olyan dolgokat, ami ez a delikvens számára teljes mértékben valóságosnak tűnt. És ez volt az a kérdéskör, ami elindított ezen a vonalon, hogy ezt mélyebben meg kellene vizsgálni, bele kellene menni, és hát érdekes dolgokat láttam és tapasztaltam. Ha már így belementél, ki tudnál beleemelni egy-két érdekes dolgot? Én a sámanizmust szeretném kiemelni első körben, hiszen ott láttam egy olyan meglepő összefüggést, ami maximálisan alá tudja támasztani ezt a szó összetételt. Ugyanis, ha megnézzünk egy őslakos indián törzset Dél-Amerika őserdejében, akkor náluk ugye ez egy hagyomány, mint sámánizmus, tehát egy konkrét szertartásról beszélünk, ahol bizonyos sámánszereket, például az ayahuaszkát is használják a megfelelő tudatállapot eléréséhez, ahhoz, hogy megtapasztalják ezt az úgynevezett transzdimenzionális élményt, és erről nagyon sok információt is gyűjtöttem. Ráadásul
Azért is, mert a spirituális fejlődésem kapcsán én is kapcsolatban léptem a sámánizmussal, és valóban ez nem légből kapott információ, amit az őslakos indiánok mesélnek, hiszen ez valóban így van, egy bizonyos szer hatására a tudatállapotuk megnyílik, és olyan beavatkozásról, illetve földön kívüli élményekről tudnak beszámolni, ami fizikális valójában nem történik meg, viszont mentális síkon maximálisan végigvezethető 100%-osan az elejétől a hatás végéig. Mennyire ingoványos terep ez a szer hatása szempontjából? Vigyázni kell vele természetesen, tehát nem ajánlatos ezt csak úgy felelőtlenül használni. A megfelelő óvintézkedések mellett szokták alkalmazni, még az őslakos indiánok is természetesen, tehát nem veszélytelen. Nyilván az őrület határáig el lehet jutni egy ilyen állapotban, ezért nem ajánlatos, tehát én sem ajánlom mindenkinek, tudattalan embernek ezt a használatot, illetve ezt a megoldást. Viszont ha a használója tudatában van annak, hogy ő mire készül, és lelkileg lezárt magában mindenféle negatív dolgot, ami a múltjában történt, akkor egy pozitív élményre számíthat. Negyedik dimenzió. Próbáljuk behelyezni a megfelelő környezetbe, hogy mikor, hol történt. Nem, ezt kiszámoltam, ez pontosan 37 évvel ezelőtt történt. Budaörsön, a Kőérvelki úti laktanyában, én akkor voltam katona. És visszatérve erre, egyáltalán az UFO témára, én még saját magammal szemben is szkeptikus vagyok, és azért nem akartam erről beszélni, mert egyrészt ennek a média is sokkal, hogy már most már mindenki látott UFO-t, akkor jelentkezek 28.000-nek én is, de én ezt őrzöm magamban, és sokáig agyaltam, hogy én álmodtam, vagy valóban láttam valamit. Minden esetre a saját álmomat többször kielemeztem, ugyanis az álomban az ember nem viselkedik logikusan, hanem az álmok szürrealisták és szabad asszociációk keverednek, ez pedig nem olyan volt. Ebből arra következtettem, hogy valóban láttam valamit, erre is mindjárt átérek, ami a legfontosabb, hogy abban az időben, vagyis 79-ben, nem csak hogy Magyarországon, de a világ sajtóban se jelentek meg, se arcok, se ilyen főtételezések. Azt hiszem a Harvitai Károlyt olvastam először a kis szürkék fogalmáról. Hát akkoriban még a nulladik típusú találkozások se volt meg, az a műsor, a Déri János műsora, ez még előtte volt. Tehát, ha én valami ilyesmiket láttam, nem meríthettem valamiféle tippből, vagy valamiféle sablomból. Na, a lényegre térek, én mindig fősrágya szeretne lenni öreg katona koromban, és nem tudom, ez egy ilyen vonás nálam. Tehát a helyszínünk, a laktanya, egy éjszakai ilyen, jelet, egy szobában, vagy vasárnyas emeletes, vagy a szobában? Vasárnyas, 16 személyes volt ez a kis körlet, főszintes. Ez egy műszaki alakulat volt, ahol én katonáskodtam, és másnap agyaltam, hogy egy furcsa álmot láttam, ami úgy szólt, hogy egy vaságynál én fölülről láttam ezt a dolgot, ilyen fél profil volt, de már számtanszor jelemeztem, 5-nél több, 8-nál kevesebb figura. És az volt, de nagyon rövid ideig. A figura, bocsánat, egy UFO magazinban beszélgettünk, a figurát nevezzük esetleg idegenlénynek. Először azt hittem, hogy törpék. De ezek nem úgy néztek ki, és az volt az első reakció, és ez a kulcsa az egésznek, hogy én saját magamnak akkor azt mondtam, hogy ezek nem emberek. Ez volt a legfontosabb benyomás, ugyanis azzal tisztán, nem tudtam, hogy azok mit, de annyit tudtam, hogy nem emberek. Tehát annyira idegenek voltak, annak ellenére, hogy alkatilag emberszerűek voltak. Azzal mit értesz? Azt érted, hogy volt keze, lába, meg feje? Igen, keze, lába, feje. Félhomály volt, egy udvari lámpa világított csak be. Nem láttam a színüket, annyit észrevettem, hogy nem egyforma magasak. Olyanok, mint az emberek, van kisebb, nagyobb, kis különbség volt mindegyik között. És minthogyha az egyik katona ágyánál álltak volna, mint egy vizit, mint amikor a kórházba bemegy az orvos konzílium, és akkor vizsgálgatják a betegeket.